Sziasztok! Köszöntelek titeket innen a Török Bálinti Horgászparknak a parkolójából. A mai napon déverkeszegre szeretnék horgászni. Kifejezetten nagy déverkeszegekre szelektálni szeretnék, hosszú előkével. Ez nem egy könnyű feladat, főleg nem ezen a tavon, hiszen híres a metód horgászatról, de szeretjük a kihívásokat. A versenyző oldalon vagyunk, ez a parkolóból jól látszik. Ennek az oldalnak a sajátossága, hogy itt kiskocsival kell behordani a cuccunkat, ezért lássunk is hozzá. Felszerelésemet most már nagyjából kipakoltam. A következő napirendi pont az etetőanyag bekeverése, ennek egy kicsit ugyan állni kell. Nem annyit, mint a metodolozásnál a paletnek, de egy picit ennek se állt az idő. Viszont elkezdett esni az eső, ezért nekünk sajnos egy órával csúsztatnunk kellett a forgatást, egy órát leállt ez az egész, de most végre be tudom keverni az etetőanyagot. A mai napra nagyjából 2-2,5 kg etetőanyaggal készültem. 2 kg 50-50 nevezetű Orange Black etetőanyaggal. Erről tudni kell, hogy fele halas, fele édes, ez jelenti a 50-50, 50-50. Erre azért van szükség, mert ezen a vizel, mint említettem, szelektálni szeretnénk a nagy dévereket. Tényleg kifejezetten nagy halak is vannak benne, már ami a dévereket illeti. 60-70 deka fölötti átlag súlyú halakról beszélünk. Ezek a méretű halak már igénylik a fehérjés etetőanyagokat, de önmagában viszont túl erős lenne, ezért szerintem tökéletes választás egy tényleg fele-fele keverékű mix. Viszonylag egy tiszta vízről beszélünk, ezért én az ilyen vizeken, mint ez, főleg itt télen, hanyagolnám a világos etetőanyagot. Ezen jól látszik, hogy szinte teljesen sötét van, már majdnem fekete. A mai horgászatra 2 kg bőven elegendő lesz. Mielőtt viszont megnedvesítem az etetőanyagomat, teszek hozzá egy kis édesítőszert. Keszegezésnél amúgy is szeretem használni, hidegvízi keszegezésnél meg különösen. Nem kell sok, csak egy kicsi, hogy viszonylag édesebb legyen az etetőanyag, de semmiképpen sem nagyon édes, túl édes. Picit összefúrom, szárazom. És utána pedig jöhet a víz. Ennek most egy kicsit szikkadnia kell, félre is teszem. Addig ebbe a dézsába megcsinálom a földet, míg ezzel kicsit várunk. Földnek ma egyetlen egy zacskót hoztam, szerintem bőve elegendő lesz erre a vízre. Egy zacskó heavy limet. Ezt a teljes egész zacskót most megfogom és leszitálom. Utána ezt is meg fogom nedvesíteni. Thank you.
Viszont a föld nedvesítésénél fontos az, hogy ezt nem kézzel átlocsolva vagy tálkával csinálom, hanem úgymond spritznivel, vízpermetezővel, hogy ne legyen rögös a föld. Legalábbis ne legyen annyira rögös, így könnyebb lesz utána majd leszitálni. Sok víz nem kell hozzá, csak egy kicsit szeretnék rajta nedvesíteni. És tényleg a rögösödés elkerülése érdekében nem is fúróval szoktam utána fúrni, hanem kézzel fogom csak egy kicsit átkeverni. Nem is nagy mennyiségről beszélünk, így nem egy nagy fizikai munka. Az állaga már tökéletes, már csak le kell szitálni. Pedig visszatérek az édes halas etetőanyagomhoz, ami nagyjából meg is szívta magát, mármint a vízzel. Elnyerte végleges állagát. Jól látszik, hogy ez egy apró szemcsizetű etetőanyag. Alapvetően ez egy metodos keverék, viszont tényleg apró szemcsizete miatt tökéletes keszeg horgászatra is. Bevallom őszintén, én mondjuk többször használom keszegezni, mint metodozni, de az év ezen időszakában többet is keszegezem, mint metodozom, szóval ez nem csoda. Ehhez az etetőanyaghoz most hozzáteszem, csak nagyjából nem mérem ki pontosan, a már kész földünk felét, így, és összefúrom. És ez készen is van, már csak a süllyedő morzsát kell hozzátenni. És most már tényleg véglegesen készen van etetőanyagunk. Alapvetően ma háromféle kosárral készültem, ez valójában egy és ugyanaz. Ezek az úgynevezett window kosarak. Én ma csak a lyukacsosokat hoztam magammal. Ebből a naggyal fogok kezdeni, ezzel fogom úgymond feltetni a helyemet az első fél órában, órában. Utána pedig majd a médium, azaz a közepes, és a SS méretű kosár között, azaz a kicsi kosár között fogok váltogatni méreteket. Halnak függvényében, hogy mennyi halat fog fogni és mekkorákat, de most a nagyot fölteszem a kosárra, pontosabban a botra. És nem esett még arról szó, hogy a földön másik fejét, amit nem tettem be az etetőanyagba, azt miért is hagytam meg külön. Ugyanis van apró szúnyogom. Ez az apró szúnyogomat, ennek ma csak a felét, de ha kellene az egész is szükségem lenne, akkor a teljes egészét, többit félteszem, a teljes egészét felporoznám a meghagyott földdel. A felporzásnál azt jelenti, hogy ha nem is teljesen, de csak egy kicsit szétválasztom a földdel. Ettől jobban én nem is nagyon szeretném. És ennek is a nagyjából a felét elkeverem a meghagyott földben. Ebből lesz egy viszonylag tömény földeszúnyog, és azt is elmondom, hogy miért hagytam meg a másik felét. A másik felét azt azért hagytam meg, hogy esetleg ezen szeretnék még töményíteni, vagy csak az etetőanyaghoz tenni, ugye, amiben nincsen szúnyog most még, akkor ebből ki tudok csípni egy jókora darabot,
és majd csak így beteszem a kosár közepébe. Ez úgymond variációs lehetőséget ad arra, hogy mennyire legyen tömény a földem, vagy esetleg még töményebb, vagy tegyünk a kajához is önmagába szúnyogot, ez lehetőséget biztosít erre. És akkor most jöhet az alapozatetés. Először dobok egy 3-4-et színetetőanyaggal, a szín az azt jelenti, hogy nem teszek be semmit, csak a bekevertetetőanyagot. Utána pedig tenni fogok hozzá egy nagyon pici földeszúnyogot, és így elkeverem. Abból is dobok egy 3-4-et, és nem szeretném túlzásba vinni az alapomat, alapozatetésemet, ezért nagyjából be is fejezem. Utána már csak horgászni fogok az egyel kisebb, azaz MS mértű kosárral, kicsit több szúnyoggal, mint ami az alapozatetésnél bement, de még így az elején nagyon fölösleges a sok szúnyog. Kész az alapozóvetetés, most teszek föl egy, azt gondolom rendkívül kicsi horognak számító 18-as nagyon vékony horgot. Ilyen pici. Itt télvíz idején nagyon sokat számít az, hogy milyen vékony, illetve milyen kicsi a horog, hiszen a halaknak nincs olyan kapókedvük, mint nyáron. Ez kapásszámban jól meg tud látszani, hogy az ember 14-es, vagy 18-as, 16-as horgokkal horgászik. Én most törekszem arra, hogy kevés halat veszítsek, ugyanakkor viszont sok kapásom legyen. Amikről ma még nem esett szó, azok a távolságok. Alapvetően ezen a vízen a hosszabb távok jellemzőek, ez így van versenyen is, viszont a mai napon egyedül vagyok a tavon, ezért nem húztam messze a két botomat, meg szeretnék finoman horgászni, ezért 3-30-as botot is hoztam magammal. A mai meghorgászott távolságok 30 és 45 méter. Én a 45 métert alapoztam ugye meg ma, meg eddig ott is horgáztam. És amikről még szintén nem esett szó, azok a csalik. Hoztam magammal vizes pinkit, vizes csontit, gilisztát, és természetesen szúnyogot. Én most szúnyogot fogok tűzni a horogra. Nyilván a keszeg első számú tápláléka. És földeszúnyogot töltök a kosárban. A csaliaim azért vannak levizezve, mert hogyha esetleg én teszek a kosárba is pinkit vagy csontit, nem szeretném, hogy szétmászanak a fenéken, maradjanak szépen ott a
mederfenéknek a tetején, azaz a halnak lehetővé téve azt, hogy bármikor hozzáférjenek, és ezt nem tudnám megoldani mászós pinkivel, illetve csontival. Sajnos egy jó ideje nem fogtunk semmit, ez egy 15-20 percet jelent nagyjából. A törökbálinti dévérhorgászatnál ez elég jellemző, hogy így néha ott hagy a hal. Ilyenkor célszerű azt csinálni, és ez alapvetően más vizekre is igaz, hogy majd visszacsalni a halat etetőanyaggal. A csalimon nem változtatok, marad 2-300 szúnyog. Ilyen esetben 200. És az említett, külön meghagyott szúnyogból csípek egy ilyen diónyi darabot az etetőanyagba, föld nélkül, és ezt töltöm a kosaramba, így kellően attraktív lesz ahhoz, hogy visszacsaljuk a halainkat. A hosszú elők és keszeges horgászat során fontos az önakasztás, ezért fontos a horognak a hegye. Ilyenkor célszerű minél többször horgot cserélni, hiszen a friss horognak nyilván jobb a hegye. És jobb lesz az önakasztás, kevesebb halat fogunk veszteni. Én mostan a zsinórba elvesztettem 2-t, ezért lecserélem a horgomat. A legjobban az mutatja azt, hogy kiment a horognak a hegye, nem csak a halvesztés, az nem csak az miatt tud lenni, hanem amikor a csaliban nem tudjuk olyan könnyedén beleszúrni a horgunkat, mert úgy megpattan a bőrén, vagy nehezen szúrjuk át a bőrét, olyankor a horognak kiment a hegye. Ez nálam a vesztett halak előtt is így volt, ezért most lecseréltem egy friss horogra. Sajnos ennek a mai napnak itt a vége. Az egész napot kicsit szétrolkodta az eső, mint láthatik most is szakad. De azért bízom benne, hogy pár hasznos dolgot így is tudtam mondani a dévérhorgászatról. Valószínűleg tényleg itt a vége is, az utolsó halmat fárasztom.
nem volt rossz horgászat, de az időjárás nem segítette a dolgunkat. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!